Jó napot kívánok, üdvözlöm a Pannon Televízió nézőit, ez a Szubjektív. Stúdiónk vendége Újhelyi Nándor, a Törökkanizsai Községi Képviselőtestület elnöke. Üdvözlöm! Köszönöm a meghívást, és természetesen köszöntöm a Pannon TV munkatársait, illetve a televízió nézőket is. Fontos megemlíteni, hogy ön már immár második mandátumban tölti be ezt a tisztséget. Hát igen, én tulajdonképpen 2008-tól vagyok a Törökkanizsai Községi Képviselőtestület elnöke, és ugye nemrégiben alakult meg az új összetételű képviselőtestület, amely ugye újra engemet választott meg elnökének. Milyenek voltak a koalíciós tárgyalások, nehezek? Hát vajdasági viszonylatban elmondhatom, hogy szinte a törökkanizsai önkormányzatban, a törökkanizsai községben született meg legelőbb tehát az egyezmény, tulajdonképpen legrövidebb időn belül tudtunk megállapodásra jutni a partnerekkel, és június 8-án meg is alakult az új összetételű képviselőtestület. Tehát elég gyorsan haladtak ezek a tárgyalások, és nagyobb gond nélkül meg tudtuk alakítani az önkormányzatot. Ha nem tévedek, ugyanazok a partnerek, mint az előző ciklusban. Igen, pontosan, tehát a Demokrata Párttal léptünk koalícióval azokkal, tehát a Demokrata Párt képviselőivel vagyunk továbbra is az önkormányzatban, illetve még a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, illetve tehát a Szerbiai Szocialista Párt képviselői is jelen vannak. És milyen együttműködése számít, milyenek a tapasztalatok? Hát el kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban nagyobb problémáink nem voltak koalíciós partnereinkkel. Arra fektettük tulajdonképpen a hangsúlyt, hogy ne a személyi problémákat, ne a személyi gondokat tegyük első térbe, tehát hanem inkább azokat a problémákat próbáljuk megoldani, amelyek az emberek mindennapi életéhez nagyon fontosak, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is nagyobb problémák nélkül tudunk majd együttműködni, annak érdekében, hogy Törökkanizsán minden polgár számára élhetőbb feltételeket tudjunk biztosítani. Milyen tervek fogalmazódtak meg a következő 4 évre vonatkozólag? Hát tervekből elég sok van természetesen, viszont figyelembe kell venni azt, hogy nagyon nehéz körülmények között működik az önkormányzat. Az elmúlt 4 évben sem volt könnyű. Halljuk, hogy milyen borulátóak a gazdasági előrejelzések, hogy milyen megszorításokat kell, hogy eszközöljön a belgrádi kormány annak érdekében, hogy elkerülje a nagyobb válságot, ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz lesz a helyzete az önkormányzatnak. Természetesen ettől függetlenül tervek azok vannak. Kezdhetném talán azzal a tervünkkel, amely a magyar közösséget érinti, ez pedig a helyi művelődési egyesület, a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület székházának a felújítása. A munkálatok már a tavasszal elkezdődtek, és ha minden igaz, akkor valamikor az ősz folyamán már be is tudunk költözni a művelődési otthonba. Ez a projektum a tartományi nagyberuházási alap finanszírozásával valósul meg, és körülbelül 25 millió dinárba fog kerülni az épület felújítása. Természetesen az infrastruktúra terén is vannak tervek, hiszen már elkezdődött a városi szennyvízhálózat kiépítése. Ezt a folyamatot 4 szakaszra osztottuk fel, és a tavasz folyamán a második szakaszhoz érkeztek a munkálatok. Természetesen ez is mind annak a függvényében fog megvalósulni, hogy mennyire lesz a tartománynak, illetve a köztársaságnak ugye lehetősége finanszírozni ezeket a terveket, illetve a munkálatokat. De mondhatnám, hogy az infrastruktúrához tartozik például az ipari zóna kiépítése is, elkezdődött ez a folyamat is, sajnos itt is elég komoly összegekre van szükség ahhoz, hogy ezt be tudjuk fejezni, és reménykedünk természetesen abban, hogy ehhez is hozzá tudunk kezdeni majd az elkövetkező időszakban, illetve folytatni tudjuk majd ezeket a munkálatokat. De
természetesen számos kisebb-nagyobb feladat is vár még ránk, amelyeket most ugye az időszűke miatt nem fogok részletezni, de mondom, nagyon sok feladat van. Ha jól értesültem, akkor a magyar nyelvű tájékoztatás területén szintén vannak terveik ezzel kapcsolatban, ha tudna néhány mondatot. Igen, én el szeretném mondani, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek az elmúlt időszakban is, illetve az elkövetkező években is nagyon fontos a hivatalos nyelvhasználat, illetve a magyar nyelven történő tájékoztatás. Ezért szeretnénk, hogyha a helyi tájékoztatási közvállalatunk, illetve tervben szerepel, hogy a Pannon TV-ben kialakítunk egy együttműködést, azért, hogy Törökkanizsán is legyenek tudósítók, és hogy a törökkanizsai események is megjelenjenek itt a Pannon TV-ben. Egyrészt azért, hogy a helyi polgárokat tudjuk megfelelőképpen tájékoztatni, másrészt pedig azért is, hogy azok az események, amelyek Törökkanizsán történnek, azok úgymond ismerté, illetve elérhetővé váljanak a Vajdaság szerte minden polgár számára. Persze, hiszen fontos, hogy tudjunk egymásról, tehát ez egy alapelv. Térjünk vissza a községi hatalmi struktúrákhoz. A községi tanács szintén megalakult. A Vajdasági Magyar Szövetségnek hány tanácsosi helyet sikerült megszereznie, és melyekről lenne szó? Tulajdonképpen az elmúlt összetételű önkormányzat, illetve tanácshoz viszonyítva ugyanannyi tagja lesz a VMS-nek, tehát 3 tagja volt, és továbbra is 3 tagja lesz, illetve van a tanácsban. Ezek a művelődés és tájékoztatás, a környezetvédelem, illetve még egy helyünk van a tanácsban, amely a helyi közösségek problémáit, illetve civil szervezetek problémáit fogja felkarolni. Tehát ezekkel fognak foglalkozni a VMS tanács tagjai a törökkanizsai tanácsban. A gazdaságot, termelést illetően vannak-e lehetőségek helyben, hogy ezt valamilyen szinten fokozzák? Hát tudni kell, hogy sajnos a gazdasági válság Törökkanizsa községet sem került el, illetve a rossz privatizációs modell sajnos érezteti hatását községünkben is. A valamikor virágzó és több száz embert foglalkoztató nagy vállalatok tönkrementek, illetve nagyon kevés munkást foglalkoztatnak. Ezen kívül nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalkozók is. Azonban az önkormányzat az elmúlt időszakban is arra törekedett, hogy a különböző projektumok és pályázatok révén valamilyen módon támogassa a kisvállalkozókat, illetve azokat az egyéneket, akik saját vállalatot, céget szeretnének alapítani. Együttműködve a köztársasági munka közvetítő, illetve nemzeti foglalkoztatási szolgálattal, tehát számos olyan projektumban részt vettünk, amelyek segítségével gyakornokok kaptak munkát, vagy pedig új munkahelyek létesítéséhez tudtunk támogatást nyújtani, illetve olyan programok is voltak, amelyek segítségével munkanélküliek jutottak munkához, illetve ugye saját vállalkozást hoztak létre. És ezek a programok folytatódni fognak a lehetőségekhez? Persze, miért? Természetesen, ugye ezek a programok annak a függvényében valósulhatnak meg, hogy mennyi pénze lesz az önkormányzatnak, de reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk. Ami a gazdaságot illeti, egy jó hír, hogy nemrég a törökkanizsai malmot megvásárolta a zentai Zsitopromet Malomerté, úgyhogy itt is újraindul a termelés, és valószínűleg az ősz folyamán már körülbelül 50 munkást fognak foglalkoztatni, tehát ez egy 50 családnak ad majd munkalehetőséget, illetve keresetet, és az ottani március 8-a Harisnya gyárban is már előre láttak egy új üzem megnyitását, de hát tulajdonképpen meglátjuk majd, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok, és mikor tudnak majd ebben a gyárban is bővíteni, illetve újabb munkahelyeket létrehozni. Ezen kívül van már kilátásban egyéb beruházás, esetleg külföldi mondjuk rá érdeklődnek beruházók? Hát egyelőre még nem tudunk újabb beruházásokról. Számunkra, tehát a törökkanizsai község számára nagyon fontos lenne, hogyha ki tudnánk építeni és felszerelni az említett ipari zónát. És ehhez persze jó lenne, hogyha a Gyála-Tisza-sziget határátkelő nemzetközivé
tudnánk emelni, hiszen ez most csak Magyarország és Szerbia állampolgáraira vonatkozik, és olyan határátkelő, amely csak 8-tól 16 óráig működik, illetve nyáron egy kicsit meghosszabbított, tehát idő szerint 8-tól, ha nem tévedek, 20 óráig. Tehát infrastrukturális, illetve gazdasági szempontból nagyon fontos lenne, hogyha sikerülne ezt a határátkelőt nemzetközivé nyilvánítani, tehát nagyobb forgalom lenne, és ez is persze sokat jelentene számunkra. Mennyire rugalmas a községi adminisztráció, ami vállalat alapítást illet, hiszen azt tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos szempont a beruházók számára. Hát igen, tulajdonképpen az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben, mint a többi önkormányzatokban nálunk is egy kicsit rosszul működött a dolog, tehát nagyon sokat kellett várni a különböző engedélyekre. Most sikerült az utóbbi néhány évben ezt az egész eljárást maximálisan lerövidíteni, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is hozzá tudunk segíteni azon potenciális befektetőknek, akik valamilyen vállalkozást szeretnének létesíteni a község területén. Az oktatást illetően nem tudom, hogy ilyen számadatai vannak-e, de magyar nyelvű osztály, tehát magyar nyelven mi a helyzet, hány osztályban tanulhatnak a gyerekek, hány magyar diák van, csökkenő tendenciát mutat, tehát itt is megfigyelhető az, hogy nagyon sokan szerb osztályba iratják inkább a gyerekeiket, vagy javulás figyelhető meg. Ami a magyar osztályokat illeti, csökkenés az valamelyest észlelhető az elmúlt időszakban, tehát ahogyan az tulajdonképpen az egész itteni magyarságra, magyar közösségre vonatkozik. Azonban az utóbbi néhány évben stagnál a csökkenés, tehát tulajdonképpen ugyanazon a szinten van az elsősök, a magyar osztályba iratkozó elsősök száma. Törökkanizsán van egy magyar osztály, illetve Oroszlámoson, ezen kívül pedig még Majdányon is, tehát két településen, illetve Törökkanizsán van magyar osztály, és ez mondom az utóbbi időben körülbelül ugyanazon a szinten van. Törökkanizsán rendes tagozat van, Oroszlámoson, illetve Majdányon pedig összevont tagozat működik, tehát a falvakban van inkább probléma a csökkenő elsősök számával, a diákok számával, de viszont olyan probléma nincsen, talán csak elenyésző egy-két diák, aki annak ellenére, hogy magyar családból való szerb osztályba jár. Tehát nagyon sokat jelent számunkra az is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási csomagot biztosít, tehát ezekben a falvakban elég nehezek az életkörülmények, tehát rossz körülmények között nevelkednek a diákok, és minden segítség sokat jelent a szülők számára. Ezen kívül ugye van a szülőföldön magyarul nevelő támogatási rendszer, illetve pályázat, illetve nemrég már az óvodások is részesülnek támogatásban, úgyhogy ez valóban nagyon sokat jelent. Maradjunk a fiataloknál. Mennyire nehéz egyébként helyben tartani fiatalokat, mert ez is egy összprobléma, az elvándorlás, tehát hogy a nagyobb városokba vándorolnak el a fiatalok. Hát ez egy igen nagy probléma. Ugye láttuk, amikor megjöttek a népszámlálási adatok, hogy az ország szinte egész területén, különösen a keleti részeken hatalmasat csökkent a lakosság lélekszáma 10 év alatt. Sajnos ez Törökkanizsára is vonatkozik, 10%-át veszítettük el a lakosságnak, és persze részben ez annak az oka is, hogy a fiatalok elvándorolnak, azért mert egyrészt ugye nem találnak megfelelő munkalehetőséget, másrészt pedig már valahogy a középiskolától is, tehát amikor a középiskolába iratkoznak, sokan a környező községeket, vagy pedig a nagyvárosokat, Szabadkát, Újvidéket választják, és akkor itt ugye szórakozási lehetőség is van, meg hát jobban tudnak érvényesülni, és ezért sokan nem jönnek vissza. A magyar gyerekek, nem tudom, Szegedre vagy Szabadkára utaznak el főiskolára, egyetemre, a szerb gyerekek Újvidékre vagy Belgrádba, és nem jönnek vissza. Azonban mi bízunk abban, hogy amennyiben
helyben tudunk munkát biztosítani, vagy pedig érvényesülési lehetőséget a fiataloknak. Annál is inkább, hogyha egy erős képviselete van a magyarságnak az önkormányzatban, akkor természetesen azokon a helyeken, amelyekre fiatalokat keresnek, és amelyek némiképpen az önkormányzati hatáskörbe tartoznak, akkor tudunk lehetőséget adni a fiataloknak, akik ugye befejezték az egyetemet és visszajönnek. És ide tartozik persze az oktatási rendszer kérdése is, és ami számunkra nagyon fontos, hogy például néhány éve Törökkanizsán egy informatikai szakú gimnázium működik, amely magyar nyelvű, és amely egyedülálló Vajdaságban, és ami ahhoz vezet, illetve ahhoz fog vezetni, hogy bizony az oktatás minőségét ott helyben is magasabb szintre tudjuk emelni, és hát több olyan fiatal lesz, aki már a középiskolát is helyben tudja elvégezni, persze olyan nyelven. Kanyarodjunk a mezőgazdasághoz. Helyben milyen módon tudják támogatni a gazdákat, akiket tudjuk, hogy nem a legjobb körülmények között tudják végezni munkájukat és megélni? Hát igen, sajnos az a nehéz helyzet, ami tulajdonképpen a társadalom minden szférájában jelen van, az vonatkozik a mezőgazdaságra is. Valahogy az van, hogy az állam is a nagyobb termelőket támogatja, a kisebb termelők pedig, családi gazdaságok pedig egyre nehezebb körülmények között tudják megvalósítani a tevékenységüket. Ez sajnos néhányszor például az állami földek bérbeadásánál is látszik, hogy a kisebb termelők, hogyha nem csoportosulnak, akkor nem tudnak labdába rúgni a községbeli nagy mezőgazdasági termelőkkel szemben. Mink egy külön rendszert alakítottunk ki, és ez hamarosan a valóságban is működni fog, hogy ugye a kisebb termelőket támogassuk, illetve azokat a termelőket, akik természetesen az önkormányzat, illetve a község területéről vannak. Különösen fontos ez a falvakban, hiszen számos olyan fiatal mezőgazdasági termelő van, fiatal családok, akik az elvándorlás helyett a mezőgazdaságot választották, és úgy döntöttek, hogy ugye itt maradnak, és úgy gondoljuk, hogy ezeket a családokat minél jobban támogatni kell, éppen azért, mert sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben a fiataloknak a falvakban nem marad más, csak a mezőgazdasági termelés. Egyébként hogyan befolyásolja a községi hatalmi struktúrák munkáját, mindennapjait a tény, hogy még mindig nem alakult meg a köztársasági kormány? Hát ugye több mint egy hónapja már húzódik ez a dolog, és nagyon nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy ki fog kormányt alakítani. Természetesen egy ilyen kis önkormányzat kapcsán, mint Törökkanizsa, nagyon fontos, hogy meglegyen az összhang a tartományi, az önkormányzati és a köztársasági hatalom, illetve hatalmi szervek között, magyarán, hogy legalább az egyik hatalmi párt az tartományi, illetve önkormányzati, illetve köztársasági szinten is jelen legyen a hatalomban, mert így tudja legjobban kifejteni tevékenységét, tehát így tud kialakulni egy együttműködés mind a három szinten, amelyből aztán ugye lehet valamilyen konkrétumot felmutatni, illetve lehet a gondokat megoldani, hiszen, mint említettem, nagyon szerény eszközökkel gazdálkodik, illetve tulajdonképpen működik az önkormányzat, és hogyha még attól is megvonnák, hogy a tartományi, illetve a köztársasági szervek sem segítenének, illetve nem jutatnának különböző támogatásokat, akkor igen, nagyon nehéz helyzetben lennénk. Tehát úgy érzi, hogy ez valóban megtörténhetett, tételezzük fel, hogy mégis megtörténik az, amit egyes elemzők emlegetnek, hogy a szerb haladó párt alapít kormányt. Tehát köztársasági szinten. Akkor valóban megtörténhet, hogy azok a községek, ahol viszont a demokrata párt köré tömörülnek a koalíciók, hogy
kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek és nem érkeznek a pénzek? Hát én ezt nem tudom most megjósolni, én nem foglalkozok magas politikával, az önkormányzatban dolgozom, de az tény is való, hogy sokkal könnyebben tudnak az önkormányzati szervek együttműködni, hogyha tehát megvan egy bizonyos vertikális összhang a tartomány, illetve a köztársaság, másrészt pedig az önkormányzati szintek felé. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet, további szép napot, viszontlátásra!